Non, sto in realtà qua tutto, ma io mi Jó. Szeretettel köszöntök mindenkit. Na jó, mert ez direkt csináljuk. Nevem Simon Zsolt. Pop Simon. Nem. Don Simon. Don Simon. Na, szóval. Ez mi lesz, hogy Don Simon lesz. Don Simon. Don Simon. A Hozó egyik különleges adásának készülünk, ugyanis most lesz 4 éves. Most lesz 4 éve, hogy feltöltöttem az első videót. És hát arra gondoltam, hogy valami különleges módját keresem annak, hogy ezt megünnepeljük. És hát elhívtam videós barátaimat, akik az elmúlt években igencsak sokat segítettek nekem. És hát megvendégelem őket. Nem kellett őket túl sokáig győzködni. Az ingyen kosztot mindegyik szereti. Na. és megadjuk a módját. Tehát a... Kerül ki a lovat. Igen. Megadjuk a módját. Azzal megyünk legalább 500 méter. Ne idegesítjön csak annyit. Nem, hát a konszoltól a tandarig 500 méter. Hát de nehogy már csak azt a távot hát megyünk. Hát nem csak azt a távot megyünk, a kacsára. Ja, jó van. Ezt mondom, ne viccelj már, mert kevés. Nem. De menjünk már normális távot. Az, hogy mire fölmelegítem az ülést, addigra már ki is közel. De még vár bennünk a felé meg? Hát. Sofőrt is megvendégölöd? Látom, hogy a heti koszpétű mennyi marad. Kosz? Koszpétű mennyi marad. Koszpétű. Meg akartunk egy desszertet adni. Hát én azért palacsintát lecsavarni. Hát nem fogom meg. De nem, egy ilyen kis eurókrémus, nutellás, kekszes, megyes palacsintát. Nézd, a bácsi szegyél csinke bugyó. De láttad, tényleg azt csináltam. És mi falatozott is közben. Időnként már így van. Jó, hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a fölkérést, illetve a rendelkezésünkre álltál. Hol vagyunk most? Martonos, bekötő út, kúszó autó használat autókárcsolóságon vagyunk. És hát mi ez a csoda itt a hátad mögött? Tényleg szépen ez egy 2002-es évjáratú Lincoln Town Car XXXL-es limuzin. Ritkaság számba megy. Ez egy 4600 köbcentis benzines kocsi, 220 lóerőt tud. És hát amit látjátok, XXL-es, tehát ez 9 méter hosszú kocsi, 8 plusz 1 személyes. Azaz bővíthető még 8 plusz 2 személyre. Milyen a fogyasztása ennek a kocsinak? A kocsi fogyasztása igen változó. Ha megtanuljuk vezetni a kocsit, akkor akár a minimális 20 literrel is beéri. De bizony előfordul, hogy a 30 vagy illetve 30 litert is meghaladja a kocsinak a fogyasztása. Mennyire ritkaság számba megy egy ilyen autó, akár nem csak Szerbiában, hanem Európában is? Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy igenis nagyon ritka, nem csak mi felénk, de Nyugat-Európában is, de még Amerikában is igen ritka az ilyen kocsi. Még ritkább, amelyik teljesen legális, és ami teljesen legális papírokkal bír. Ez azok közé tartozik. Honnan szereztétek ti ezt az autót? A kocsi Amerikából érkezett, New Yorkból, onnan hajóval Hamburgba, és a hamburgi kikötőből személyesen tréleren érkezett először Budapestre. Budapesten történt meg az átiratása, mert Amerikából az Európai Unióba is egy igen komoly procedúra után tudjuk leműszaküztatni az autót. Az lehet tudni, hogy mire használták ott Amerikában? Nagy valószínűség szerint, hogy taxiztak vele. Uh-huh. Legtöbb ilyen kocsi reptéri taxinak, taxiként szolgál, de elképzelhető. Azért a New Yorki utcákon se lehet ezzel könnyű közlekedni. Nem. Szélesebbek ott az utcák, és nyilván máshogy vannak az útkereszteződések kialakítva. A legnagyobb problémánk vele mindig
a parkolás és a forgalom, a közlekedés. Hogy tudod ezt hajtani, vagy hogy kell ezt hajtani, mert gondolom, hogy egy kanyart bevenni se egyszerű. Mint ahogy már az előbb említettem, ez 9 méter hosszú kocsi, és relatív nagy neki a forduló sugara. A hátsó kerék is fordul? Nem, kizárólag csak az első kerekek fordulnak, és igen nehéz vele közlekedni, rutin kell hozzá, azt tudni kell, hogy van kamionos előéletem, ami nagyon sokat segített abban, hogy megtanuljam igazán vezetni. Igazán falhoz nem állított még, tehát sikerült eddig problémamentesen megoldani. Volt húzós pillanat? Voltak, igen. Van, amikor egy kanyarnál 5-6-szor előre is hátra kell menni. Gondolom, hogy nem saját használatra vettétek ezt az autót. Mit csináltok vele? Későn jött a kocsi, mert meg vagyok már nősülve. Ilyen szempontból, amire legszívesebben használná az ember, már nem lehet. A Kószó autó tulajdonosának jött ez az ötlete, aki az én testvérem. És hát azt hittük, hogy ivott, amikor ezzel az ötlettel előállt, hogy egy ilyen kocsit kellene venni, hova tovább idehozni. De aztán meggyőzött bennünket, és ő megvette az elsőt, mert ezt tudni kell, hogy ez már a második kocsi. Volt előtte egy ugyanilyen típusú fekete színű autó. Lásd csodát, az a kocsi elkelt. Az hova került egyébként, ha meg lehet kérdezni? Igen. Egy nightclub vásárolta meg a kocsit. Szoktuk mondani, hogy mozgalmasabb élete van, mint nálunk, valószínű, feltételezem. Igen. Utána... Könyvet olvastak benne föl. Szerintem is. Ilyen verses estek. Igen. A kocsiba. És utána a fehér lett megvásárolva, szintén Amerikából, szintén hajóval, Hamburgban, ahogy már meséltem. És egy igen hosszadalmas bürokrácia útvesztő után került rá legális magyar rendszám. Innentől kezdve viszont bevámolható lenne Szerbiába is. De ezt jelen pillanatban nem tervezzük. Esetleg, hogyha vevő van rá, akkor természetesen tudjuk szervrendszámra is tenni a kocsit. De ti ezt áruljátok, és nem csak bérbe adjátok? A Kószó autó, használt autó keresztül. Mindent árul. Minden eladó, minden gépjárműt a sajátunknak, vagy a sajátjának mond a főnök, de amikor eljön a vevő, akkor is leteszi a pénzt, akkor minden kocsi elvihető. Minden. Félretéve a tréfát bérlésre van, de igen, kik szokták kibérelni? Én azt hittem, hogy már senki nem fogja. Ehhez képest elég széles a skála, akik bérlik. Legtöbb a lakodalom, kicsi kívül. Utána legény lánybúcsúk, születésnapok. Ezek viszik az oroszlán részét a fogaraknak. Egy kicsit szétnézhetnénk az autóba, mivel itt hátra ültünk be, kezdhetjük-e itt, hogy mi található itt, mit kapnak azok, akik kibérlik ezt a kocsit? Kérlek szépen, 8 személyre van kalibrálva a kocsi belseje, a hátsó része, így mondom. Teljes bőrülés fogad benneteket, amikor bejöttök. A legnagyobb attrakciója tulajdonképpen ez a minibár, amit itt láthattok. Ezt szokták a vendégek itallal feltölteni, amihez mi biztosítunk jeget, poharakat, és itt kellemes körülmények között utazás közben lehet fogyasztani zene. Nem volt probléma még olyasmi, hogy valaki túltolta az alkoholt, és esetleg kárt tett a kocsiba, vagy? Amikor a kocsit kibérlik, felmérjük az ügyfelet is. Aha. Nem mindenkinek kiadó a kocsi. Tehát mindig mérlegeljük, hogy... Tehát felelősséggel vannak az iránt, hogy ahogy elkapták, úgyis adják vissza. Azt tudni kell, hogy mindig átíródik a buli. Tehát amit előre megbeszélünk, azért az nem pontosan úgy szokott lenni, de szerencsére mondhatom, hogy eddig semmi nem volt ilyen probléma. Nézem, hogy itt tetőablak van. Nincs benne tetőablak. Szoktuk mondani, hogy szerencsére. Ritkaság, amelyiknek ebbe a típusba tetőablaka is van.
Az a stabilitásából veszít, ugye? Igazából egy pici tetőablak nem venne túl nagyot, de amikor a buli hevébe kilógnak ki meg. Az emberek, az nem biztos, hogy annyira jó ötlet. Biztonsági szempontból, ilyen szempontból az ablak is csak eddig nyitható le, tehát jobban nem. Pontosan ezért, mert amikor illuminált állapotban ne lógjanak ki. Akkor ne lógjanak ki belőle. Az előbb mondtad, hogy nincsen anyósülés. Nincs, hogy anyós ne tudjunk szállni. Ő vele lenne a legtöbb baj, ugye? De nézem, hogy elzárható a igen, lezárható. Pilótafülke, úgymond. Maximális diszkréciót tudunk adni a vendégeknek. Azt is tudom mondani. Tehát akkor nálsz éjszakára is kiadjátok. Minden megbeszélés és pénzkérdése. Tehát, mint amit az elébb említettem, ez egy 4600 köbcentis benzines V-motor. Zenefüleimnek. Amerikai autó mindig buta embernek készül, ami azt jelenti, hogy ami csak létezik rajta, az elektromosan van megoldva. Váltó az ott van a kormány, de ugye ilyen tipikus... Értelemszerűen ebből adódik, hogy tipikus amerikai, tehát automata váltós. Tempomat, minden elektromos, minden ablak elektromos. Tükrök elektromosak, de ezek már tulajdonképpen a mai kocsik is tudják, csak mondom, hogy ezek minden elektromos nála. Vezérlőpanel, ami teljesen hátra funkcionál. Mit tudsz innen irányítani? Innen tudok hátra áramot adni, tehát le is tudom teljesen zárni az áramot. Aha. Fűtés, zenevilágítás, tehát gyakorlatilag a funkcióknak a 80-85%-át tudom innen is irányítani. Ez irányítható egyébként hátulról is. Őskövület rádió van benne. Még kazettás, aha, retro. Aha. És ha zenét akarnak hallgatni a fiatalok, akkor? Én adok hogy... hátra áramot, és utána ők kezelik. Aha, de itt van ilyen USB vagy valami, ahova? USB csatlakozós rádió is van hozzá, most jelen pillanatban a DVD-s rádió van benne, mert ebben van egy pici tévé, egy mini tévé, a válaszfal van benne. Aha. Ha egy picit hátra húzódsz, akkor emelek neked egy válaszfalat is. Várjál, oké. Jöhet. Aha. És videoklip ment benne legújára, és az a rádiónak benne. Röviden ennyi. Ákos, elemeznéd az ételt? Igen, életemben nem láttam, hogy ki***** megint sípolhatok. Mi nem a másik kavétel, ez nem sötét? De.
De, együnk már. Hát, mit tudsz, nem várom semmi, mert ugye vagy jön. Kézzel meg át, nem merek. Hogy is mondtad? Itt van. Jézusom, meghalok mindjárt. Ez nagyon jó. Nem mindegy. Hallod, akkor tihez fogom megerőt, hogy túl sok sötét. Azt hittem, hogy túl sokáig kamerázok. Ja. Meg rosszul is állunk, mert a Zolt emeljük. Túl megyek először. Megy? Innen gyerünk. Felelj? Oké. Mert? Mert. Na, ilyen se volt. Ne van bármány.